Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ez egy nagyon érdekes időszak. Bár itt vagyunk a templomban, mondjuk el az ómnám mantrát hétszer. Oh. szépen. Szerintem egy idő után mindenki figyeli, hogy milyen évet élünk. Legyen az holdév, napév, buddhista év, iszlám, zsidó vagy egyéb új év. Nézzük azt, hogy az idő telik, és hogy éppen mi történik körülöttünk. Ebben az évben akárhonnan is kezdjük, elképesztő káosz van. Odakint is, és hogyha nem figyelsz, odabent is. A zen azt jelenti, hogy ezt a káoszt elsősorban meglátod, másodszorban leválasztódsz róla, utána uralod úgy, hogy kivonod belőle a saját azonosulásodat, a saját beletett energiádat, és negyedszer pedig ezt újra felhasználod, nem kaotikus úton. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor elkap a forgatag, és úgy tűnik, hogy balesetet szenvedtél, szerencsétlen voltál, véletlenül rossz dolgok történtek veled. Ez így mind nem igaz. Az történik, hogy nem vetted ki az energiádat olyan folyamatokból, amelyek nagyobbra nőttek, mint te. Nem sikerült az azonosulást megszüntetni olyan jelenségekkel, amelyek eredetileg nem te vagy. Az zen látszólag egy unalmas műfaj, mert mindig azt teszi föl, hogy mi ez az avatár szintjén ki vagy. Amikor kicsikét többet akarunk a karmáról beszélni, hogy működik? Akkor ezek a kérdések úgy foglalkoztatnak minket egy darabig. Kívülről nézve úgy tűnik, mint egy kicsit filozofikus, majdnem vallásos, enyhén pszichológiai beállítású út lenne, ahol az ember fontos, de van rajta valami, amit nem értesz. Nem csak Európában nem értik. Ázsiában sem értik. Egyéb földrészeken sem értik, mert van rajta valami, van benne valami, ami nem érthető, csak tapasztalható. Ha káosz van, honnan jön az? Ha kimondtad azt, hogy én, honnan jött az én? Hová tűnik el a káosz? Hová tűnik el az énség? A gondolkodás előttiben nincs karma, nincs jövés és menés, megjelenés és eltűnés, káosz vagy kozmosz. Egy régi görög bölcs azt mondta: Adjatok egyetlen szilárd pontot, és kimozdítom a helyéből a világegyetemet. Ez a pont nem térben és időben van, hanem itt és most van nem tőlünk távol van, hanem mindig is bennünk van. Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Használd föl ezt az elképesztő kaotikus energiát arra, hogy letisztulj. Elmenekülhetsz az eső elől, kifekhetsz az eső alá, vagy pedig, ha éppen nem zuhanyoztál egy darab ideje, használd fel az esőt, hogy egy kicsikét megcsutakold magad. A káosz pontosan ilyen. Leégeti rólad a téves nézeteket, a hamis önképet, a helytelen világképet, a tarthatatlan kapcsolatokat, és hogyha ezt az energiát helyesen kezeled, megtisztulsz, esetleg meg is szabadulsz. Ha helytelenül kezeled, elpusztulsz még fókuszáltabban, esély nyílik arra, hogy megtisztíts valamit, ami eddig nem volt az, megszabadíts embereket, lényeket a szenvedéstől, vagy pedig, hogyha valaki nagyon gonosz, akkor el is tudja pusztítani ezeket a lényeket. Meg is tudja semmisíteni a dolgokat. Tehát minden pillanatban választani kell, hogy milyen úton mész. És kaotikus időben nem elég naponta egyszer ezt átgondolni. Lehet, hogy minden pillanatban korrigálni kell, mert olyanok az erők, olyanok a hatások, hogy nem nyugodhatsz a babérjaidon, hogy én már rendben vagyok. Én már elértem valamit, nekem már megy, az én helyzetem meg van oldva. Nem tehetjük ezt, mert a másik ember szenvedése bejön az ajtón. Betöri az ablakot, bezúzza a kerítést, eltorlaszolja az utat, kifosztja a boltot, és a többi. Tehát ezt, mint emberiség, vagy együtt fogjuk úgy végigcsinálni, hogy a minőségünk emelkedik, vagy pedig a mennyiségünk fog csökkenni. Szenvedésteli, borzasztó módon. Ehhez semmi más nem kell, mint a jelenlegi trendeket csak egy picit meghosszabbítani 5-10 évvel. Az elmúlt 50-70 év alapján hol leszünk a következő 10-20 évben? Nem jó felé mutatnak ezek a görbék és egyenesek. Úgyhogy itt a lehetőség arra, hogy akármilyen kicsinek tűnő erőfeszítéssel, de légy úr rá a belső káoszon, és így a külső káoszon is úrá lehetsz, és segíthetsz másoknak. Fantasztikus élmény volt györökön lenni, egy hatalmas szertartás teremnyi energia egy kicsi óvoda galériáján, ott szépen a manzárt alatt ott volt. És ez gyönyörű. Nagyon sok Dunántúli helyről és Pestről jöttünk. És amikor a darmának a fénye elkezd világítani, ott a lelkek már másképp érzik magukat. Már a tudatosodás elindult. Egy kívülről láthatatlan, de mégis érzékelhető folyamat. És aki erre az útra lépett, az már csak az illúzióit veszítheti el. Semmi mást. Van-e kérdése bárkinek a gyakorlattal, a helyzettel, saját magával, vagy egy másik emberrel kapcsolatban? Tehát én nem tudom, hogy mi dolgom a világban. Nem tudom, miért kelek fel reggel, lecsupaszítottam magam, de mindent üresnek látom saját magamat is, és nem látok semminek az értelmét. Az egyik tanítás talán ez összecsenk, hogy egy holtestet húzolok magammal, és nem tudom, hogy jó úton vagyok-e, vagy merre tovább. Hát, hogy ebből az állapotból merre lépsz tovább, azt fogja eldönteni, hogy jó úton vagy-e, vagy sem. Kezdeném a WC csészével, amely tényleg reggel üres, de valamivel megtelik, és azt le kell húzni. A teás is üres reggel, azt megtöltöd valamivel, és akkor azt meg is iszod. És az, hogy az ember nem egyedül van, arra a családja, a csoportja elég hamar választad, mert nem magunkért élünk, és nem magunkban élünk, még akkor sem, hogyha valaki egy ideig remeteként a hegyen funkcionál. Tehát, ha mindent üresnek látsz, akkor még nem látod a dolgok ilyenségét. Ha mindent abszolútnak látsz, önmagában létezőnek, akkor sem látod még a dolgok ilyenségét. Tehát az ég dörög, az eső esik, a turisták menedéket kértek hogyha az életnek az értelme nem világos, akkor két dolgot tehetsz. Az egyik, hogy fölteszed belül azt az alapkérdést a zenben, hogy mi ez. Amikor ez már egy kicsit stabil, átváltoztatod a kérdést arra, hogy mi a dolgom. Ha heteken, hónapokon keresztül a lélek nem dobja a felszínre a választ, amely nem mozdul el a kérdéstől, akkor újra kell olvasni Madács Imrétől az ember tragédiáját. És mire befejezed, ha addig nem volt barátnőd, lesz. Mert megszólal Éva, és utána pedig felel rá Ádám, és az életnek lesz értelme nagyon gyorsan. Jó? Köszönöm. Szívesen. Szumszágzen mester egyszer azt mondta, hogy megszületni hiba, és ezt nem tudom, hogy ez pontosan ez alatt mit értett. 2004-től a Nirvánában van, küld neki e-mailt. Én is ettől féltem, hogy nem kapok tőle választ már, ezért gondoltam, megkérdezlek téged. Talán azért mondta ezt, hogy ne félj a hibától, ugyanis az elsőt már elkövetted. A hiba egy nagyon érdekes dolog, mert az ember egy nagyon érdekes kreálmány. Úgy látszik, hogy a hibákból tudunk csak mélyen tanulni. Tehát az, hogy az okos ember máskárán tanul, ilyen soha nincs. Az az okos, aki legalább a sajátjából tanul. De a legtöbbű még az sem. Tehát amikor a hiba már olyan elképesztő válságot szült, hogy nyüsszítesz, üvöltesz, szűkölsz a fájdalomtól, a veszteségtől, a félelemtől, na majd akkor, majd abból. A Buddha ezt ahhoz hasonlította, hogy vannak olyan tanítványok, akik olyanok, mint a jó ló, már az ostor árnyékára ugrik. Van az a jó ló, akit úgy csak így csipölve, comba meg kell nyomni egy kicsit, és akkor csinálja azt, amit a gazda gondol. Régi időkben megsarkantyúzták a lovakat, nem volt szép, de egy csomó ló arra hallgatott. És a legmakacsabbja pedig, hát amikor a sarkantyú már mélyen benne volt az oldalában. Tehát mennyi szenvedés kell nekünk, embereknek a. Mennyi szenvedés kell, hogy az egó réteg áttörjön. Az, hogy a születéshiba hiba, az elsősorban azoknak szól, akik elképesztően el vannak telve önmagukkal, hogy én. A teremtés koronája. A sok valami csodálatos, legcsodálatosabbika. De aki már látta, hogy a születéssel jegyet váltotta révre, ahol a viteldíja nyelve alatt van, az már másképp vélekedik erről az egészről. És feltesszük a kérdést, hogy az élet és halál közötti nagyon rövid pár évtizedben valójában mi csinálunk, hogyan adunk ennek az egésznek értelmet, érzelmet, célt, akaratot. Szunkszán azt mondta, hogy a hiba az nem jó és nem rossz, csak hiba. De tapasztald meg a hibát, halad meg a hibát, és utána használd fel a hibát, hogy segíts másokon. Így már egy kicsit teljesebb a kép. Um, én azt szeretném kérdezni, hogy um, hogyan lehetnek magammal szemben um, olyan elvárásaim, amiknek meg tudok felelni? Jelenleg nem ez van. Tehát lélegezzél mélyet, és a világ most nem akar téged bántani. Tehát Jelenleg az van, hogy az erő kell az érzékenység mellé, elvárások addig nem is. Tehát csak annyi kell, hogy ebben a pillanatban stabilan, tiszta tudattal jelen légy. halld, amit hallasz, lásd, amit látsz, és ne reagálj rá. Tehát az érzékenység egy fantasztikus emberi tulajdonság, csak ne engedjük ezt sebezhetőséggé válni. Hanem tegyük mellé azt az erőt, azt az állóképességet, azt a kitartást, amelytől az érzékenység nem csökken, sőt, még lehet növelni a tétet, mert erősebb vagy hozzá. Érd vissza arra a pontra, hogy a világ nem vár el tőled semmit. Semmit. Neked kell eldönteni, hogy mit akarsz. Ezt azon az alapon a legjobb, hogy meglátod, hogy miért születtél meg. Mi van benned mint egyfajta mesterprogram, ami te vagy. Ezt is meg kell tapasztalni ahhoz, hogy megtisztítsd, ha kell, átalakítsd és felhasználd helyesen. Ennek még az elején vagy. Úgyhogy az elvárásokat félretesszük, belsőt is, külsőt is, magadat és mások teljesen, és arra az erőre koncentrálunk, ami mindenkinek itt van a tantienyében. Ezt úgy hívjuk, hogy nem mozduló tudat. Ha ezt a nem mozduló tudatot tapasztalod, ez az igazi erő. Ez nem függ felkartérfogattól, hogy ki mennyit gyúrt vasat, ugye? Attól függ, hogy mennyire erős a pillanatod, mennyire tiszta a tudatod, és mennyire tudod uralni az elmédnek a működését. Ez a következő feladat. Minden egyéb ezután következik, jó? Szívesen. Nem az a kérdésem, hogy hogy lehetnék ebben a helyzetben a legegyüttérzőbb, mondjuk így felé, illetve a családom felé. Úgyhogy megfelelő igénybevételnek teszed ki a lányodat, pontosan olyan feladatot tudsz adni neki, amit ő elvégez, aztán egy kicsit erősebbet, aztán még erősebbet, még erősebbet, és ne félj, abból már volt elég. Erősíteni kell. Mindenki meg tud erősödni és aki nagyon erős, aki kétajtós szekrény mesterprogrammal született, az meg tud érzékenyebbé válni. Ebben a helyzetben egyre erősebb gyakorlatok kellenek fizikailag is és mentálisan is egyaránt. És innentől kezdve van út. Jó. Én a vágyakról szeretnék kérdezni. Az egyik darma beszédetben hallottam, hogy a félelmek és a vágyak kalapácsa és ülője között őrlődünk, és hogy ez szenvedést okoz. Azt értem, hogy ha félelem van bennem, akkor az, az valóban szenvedés a számomra, de a vágyakkal nem vagyok tisztában, hogy az valóban szenvedés-e. Mert hogy ugye én azért vagyok itt, mert a szüleim szeretni vágyták egymást. Vágytak arra, hogy én megszülessek. A, Kisbaba vágyik az életre, már az újszülött is benne van az életvágy, azért fogja meg az ujjamat, amikor oda teszem a kezéhez. Én vágyok minőségibb önmagamra, azért vagyok itt. Tehát van olyan vágy, ami kerülendő, azt is értem, mert hogyha én vágyom a csokoládira, és egész nap csokoládét eszem, az, az kerülendő. De hogy így ezt meg lehet különböztetni, hogy van ne. olyan vágy, ami, ami üdvözítő, és van olyan vágy, ami nem az, hogy üdvözítő -e vagy sem, azt egy másik sátorban döntik el, nem ebben a sátorban. Itt más paraméterek szerint dolgozunk a vágyakkal, tehát az, hogy a csokoládéig olyat mondtál, amelyek nem önös vágyak voltak. Hogyha a vágyak nem önösek, vagy túlmutatnak önmagadon, akkor nem fognak én egész szilárdulni, és nem fogják az embert maga alá temetni. Tehát szólónak a görög bölcsnek volt egy ilyen mondása, szerencsétlen, megkaptad, amit akartál. Ez egy nihilista kinézetű mondat. Tehát akkor most, most akkor ne akarjak semmit, mert akkor bajom lesz. Ha önző módon elsajátítod a vágyadnak az eredményét, az akaratot termékét, akkor az előbb-utóbb rád ragad, egoitássá szilárdul, és maga alá temet. Nézd meg azokat a gazdagokat, akiket megöl a pénze. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nem magadért tedd, nem magadért akard. És akkor abban te is benne vagy, persze, de a vágynak a vektora messze túlmutat rajtad. Ezért nagyon sokszor az ember akkor találja meg az útját, amikor például utódja születik. Akkor már rájön, hogy tényleg nem róla szól az élet, hanem a gyermekről. Kétféle gyermek van. Belső és külső. Ha külső gyermeket válasz, az előbb-utóbb elkezdi tükrözni a karmádat elképesztő pontossággal. Ha belső gyermeket válasz, az is elkezdi tükrözni a karmádat elképesztő pontossággal. Tehát, ha őszinte vagy önmagadhoz, akár a belső gyermek, akár a külső gyermek kicsi butha lesz, aki szépen növekszik. Akinek húsvér gyermeke nincs, az a kicsi buthát táplálja belül, ha gyakorol. Ha nem, akkor csak érdegéli az életét, és akkor 50-60 évesen rájött, hogy hát valamit elmulasztott. Se belül, se kívül nem hozott létre utódot. A tant tovább lehet adni. A személyiség helyes tulajdonságait tovább lehet adni. És hogyha valaki mind a kettőt elvállalja, hogy belső kicsi butha és külső kicsi butha, na az aztán a képzés. Az nagyon komoly. Ha vágyak megállnak a Teremtőnél, akkor azok énesülnek. Nagyon-nagyon gyorsan rádégnek. És ezért veszélyesek. Ha pedig az eredményt megosztod másokkal, fölajánlod a butháknak és a bóthiszatváknak, ugye? Akkor nem csak te telszel, hanem minden olyan lény, aki hozzád kötődik, és ebből táplálkozik. A harag még veszélyesebb. Mert akármit csinálsz vele, az pusztítani fog. Dűvé és gyűlöleté tud válni. Elpusztítja a tárgyát, elpusztítja az alanyát. Általában vágyalapú társadalomban szeretünk élni, mert akkor úgy tűnik, hogy minden biztonságosabb, mert csak ugye sorbaállás van fekete pénteken a különböző bevásárlóközpontok előtt, és nem kell minden sarkon arra gondolni, hogy valaki majd legyilkol, mert éppen nem tetszel nekik. Tehát a dű alapú társadalom az sokkal veszélyesebb, mert ott nem tisztelik az életet, a tulajdont, a stb. A vágy viszont azt nem veszük észre, hogy a vágynak a fonákja a dű és a harag maga, amikor nem kapod meg azt, amit akarsz, vagy elveszik tőled azt, ami megvan, de nem szeretnéd még odaadni. Tehát hogyan lehet egy teremtés alapú, vágy alapú társadalom dütől és harangtól mentes. És a válasz az, hogy csak önuralommal. Nem kell, hogy a fonákjára forduljon az egész, de fordulhat, hogyha az ember a belső reakcióit, a frusztrációit nem tartja kordában, és nem hozza vissza a dualitások elé. Úgyhogy ne álljon meg az énnél, és akkor rendben lesz. Jó? Egyéb kérdés? Köszönöm a lehetőséget. Az lenne a kérdésem, hogy helyese minden esetben az a gondolkodás, hogy egy-egy feszült helyzetben, élethelyzetben én hát nem legtöbbször, hanem mindig magamban kezdek el keresgélni, hogy hol érintett meg engem az a feszült helyzet, honnan indult ki, és, és úgy próbálom megoldani ezeket a dolgokat. Ugye a a, tükörek effektusból kiindulva, hogy valamit visszatükrözött nekem egy-egy élethelyzet, egy-egy ilyen nehezebb élethelyzet, és hogy én minden esetben ott kezdek el keresgélni magamban. Ha az ok és okozat rádeső részét keresed, rendben van. Ha önfelmentést vagy bűntudatot keresel, nincs rendben. Tehát ez a középút, amikor látod azt, hogy te hogyan teremted ezt a világot magadnak és másoknak, egyben látod, hogy mások hogy teszik ugyanezt. Látod a saját részedet, és ezt meg tudod különböztetni a többi emberétől. Ekkor tudsz szabadon és felelősen élni. Projekcióktól mentesen, negatív vagy pozitív. Önfelmentéstől és bűntudattól is mentesen. És akkor látod, hogy a saját kezed mit csinál, a saját szíved, mit érez, a saját gondolatod, mit közöl. Azért légy felelős. Jó. Köszönöm szépen. Én a, a gyakorlással, az ülő meditációval kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ugye azt az instrukciót kaptuk, hogy kaptam, hogy figyeljem a légzést, ahogy belélegzek a tantjányig, aztán kilélegzek, meg azt az információt kaptuk, hogy figyeljük a teret, Megfigyeljük a hangokat, megfigyeljem a, a nem mozdulót magamban. Tehát ez nekem már egyszerre sok. Tehát, hogy mindegyiket kell egyszerre figyelni, a nem mozdulót magamban plusz a légzést, plusz a környezetet, plusz a hangokat, vagy egyszerre csak egy dolgot. Egyszer csak egy valamit. Tudod El. mit? Ezt. De mivel nem lehet mindig a padlót megütni, az is egy másik sátor, nem a miénk. Ezért ahhoz, hogy az a tudat megvalósuljon, ami az ütés pillanatában, ahhoz kell figyelni a testhelyzetet, a lélegzetet, a teret, a hangokat, és ez előbb-utóbb összeáll egy valami vé. Ezeket nem darabonként kell összerakni, hanem ahogy a tudatod nyugszik meg, egyre kevesebbet mozog, egyre kevesebbet dualizál, ezek természetesen összeállnak. És meg fogod látni, hogy a saját gondolati tevékenységed, a saját érzelmeid, a múlt, jelen és jövő széttagoltsága, ezek dobják szét a figyelmedet. Eredetileg ezek a minőségek egyben vannak. Úgyhogy ahogy a tudat szépen nyugszik, egyre csöndesedik, egyre jobban látja a karmáját, egyre jobban leválasztódik erről, úgy ez a megfigyelés, egyre könnyebb lesz. Megfordítva, minél több erőfeszítést teszel arra, hogy ezeket a tudattárgyakat figyeld, és nem mást, annál kevésbé fog macerálni téged a saját zajod. És egy idő után el is fog ülni. Jó? Én az elfogadás elengedésről szeretnék kérdezni. Olyan élethelyzetben vagyok, ahol el kell fogadnom, hogy az orvostudomány által az egyik leges-legközelebbi hozzátartozom haldoklik, és nem nagyon tudom kezelni és ez már harmadjára fordul elő az illetővel kapcsolatban az életünk során, hogy majdnem elvesztettem. Tehát visszatérő probléma, de most komolyabb. Tehát most nagyon komoly és olyan, amivel hát küzdünk. Annak ellenére, hogy egy daganatos problémát ugye úgy gondolunk, legalábbis mi, hogy a fejbendől el többnyire. Tehát az elfogadás elengedéssel van igazából problémám a kérdésem, hogy ez hogy lehet megtanulni. Úgyhogy mellé kell tenni a visszautasítást és a megragadást. Tehát az elfogadás akkor van helyén, hogyha vissza is tudsz utasítani dolgokat, embereket. Az igen mellé nemet is kell mondani, különben letarol az élet. Elengedés az akkor fontos, hogyha már látod, hogy nem szabad fogni. El kell engedni. Az ember a sokféle hiba mellett. Kettőt nagyon elszokott követni. Az egyik, hogy ragaszkodik a formához. Tehát ragaszkodik a testhez, ragaszkodik az érzékszervekhez, azért, mert fél a halától. És fél a másik halálától is. Tehát ragaszkodom azért, hogy ne kelljen az ürességet tapasztalnom, mert alsó hangon az üresség számára a halált jelenti, a nem létet jelenti. Aztán, amikor megtanulja, hogy a szabadság, a felébredés az túl van életen és halálon, akkor nem fog félni a tárgyatlan tudattól. Nem fog félni a tiszta, tükörszerű tudattól, a tiszta tértől, amelyben eredetileg nincs semmi, de bármi lehet, bármivé válhat. És akkor áteshet a ló túlsó oldalára, hogy hát ez fantasztikus, hát akkor én elengedek mindent. És akkor csak ez a gyönyörű, tiszta, üres tudat marad. Ez a zen betegségek egyike, ez a zen gyakorlatban elkövethető hibák egyike, és akkor ragaszkodik az ürességhez. Az előbb a formához ragaszkodott, most az ürességhez. Mind a kettő hiba. Tehát akkor, hogyha meg kell ragadnom valamit, fogjam meg, erősen használjam, és utána pedig tegyem le, mert már nincs rá szükség. Az életben a test felvétele és hátrahagyása ugyanez. Meg akarunk születni, felvesszük a testet. Bevégeztük az inkarnációt, ott hagyjuk a testet. Rokonok, barátok, hozzátartozók esetén, akiknek az életét és halálát tapasztaljuk, illetve ők a miénket, meg kell nézni, hogy az inkarnáció véget érte. Ha nem, akkor küzdeni kell, megragadni, nem engedjük el, nem fogadjuk el, hogy vége. Küzdeni kell. Mert még van miért, van miből, van kiért, tehát tenni kell. Ha véget ért az inkarnáció, akkor nagyon jól lehet látni, hogy szépen kísérjük le nyugvópontra, engedjük el itt az utolsó út, és akkor méltó módon át lehet lépni a kapun. Hát el kell dönteni. Elfogadom, vagy visszautasítom. Elengedem, vagy megkötöm. Tehát az oldás és kötés nagy művelete az, amit az ember tudatosan tudna, ha tudatos lenne, és akkor szűnünk meg a körülmények áldozatainak feltüntetni magunkat. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyébként hogyha sokat szemmel meditálunk, az hátráltató tényező? Attól függ, hogy mennyi mozit nézel közben. Ha semmennyit, akkor nem hátráltat. Hogyha a csukott szem azt jelenti, hogy a kedvenc sorozatod éppen a 17. epizódját fogja kezdeni, akkor hátráltat. Azért tanítjuk a részre nyitott, lefelé néző szemet, hogy a szemgolyókban összpontosuló energia ne a homlok lebenybe menjen. Mert mozizni azt nagyon jól tudunk belül is, kívül is. És az ember nem ez a mozi élmény a cél, hanem a nem mozi élmény a cél. És innentől kezdve, hogyha a technika azt szolgálja, hogy tér ide-vissza a tantienbe, ahol nincs mentális vagy fizikai differenciálódás, magyarul egység tudat van, akkor ez a technika helyes és ide vezet. Na most, ha már a szempillantásod csukott szemmel is lefelé tud nézni, akkor elég tudatos vagy, és nyugodtan csukd be a szemed, mert nem lesz mozi. De alaphelyzetben, ha becsukjuk a szemünket, akkor a szemgolyók fölfelé fordulnak, ezt álomban és halálban is egyaránt meg tudjuk tenni. Ezért kell a frissen eltávozott szemét lefogni, mert fölfelé fordultak a szemgolyók, és kinyíltak a szemhéjak. Ez a reflex. Lehet még egy kérdés? Ezek után. Az is egy ilyen rövid. Hogy a, az nem baj, ha mi ez kérdéssel kezdem a meditációt. Tehát, az nagyon jó, azzal kezded, mi az... de mivel fejezed be? Mi ha mi, mi ezzel kezdted, fejezd is be azzal. Tehát, hogy nem a lélegzettet figyelem, hanem a, ezt a kérdést teszem föl inkább. Előbb-utóbb a lélegzettel párosítani kell, mert különben elszáll ilyen abstrakció irányba az intellektus, mert a mi ez, ez egy unalmas dolog, és kb. kettő percig bírod. Tehát, ha a lélek nincs teljesen a testben, mert gondolatban elmentél valamilyen gyönyörű helyre, elvarázsolt kastétól kezdve a kalandparkig, bárhova, akkor a lélegzett tudatosságát elveszítetted, az biztos. Tehát mi helyt visszatértél a testbe, akkor a lélegzett tudatos, és fordítva. Tehát ezért kötjük a kérdést a lélegzethez, hogy ebben a pillanatban, itt és most a testben lévő tudatossággal jelen legyen jelen legyen. Ebből a jelenlétből következik minden. Tehát a kérdés annak nagyon sok funkciója van. Az egyik az, hogy kinyitja a tudatot, ahelyett, hogy lezárná, irányba fordítja, ahelyett, hogy engedné kalandozni, és a jelenlétben teljesen nyitottan, tükörszerű, tiszta állapotában létezik. Úgyhogy előbb-utóbb fogod tudni a lélegzetet a Kérdéssel és a testületossággal párosítani, és akkor mind a három megvan így egyszerre. Jó, köszönöm. Szívesen. Először a lányom nevében szerettem volna, kérdezni, de nem kaptam engedélyt, így most a magam nevében kérdezek a magam életéről. Nagyon én helyes a... volt, hogy nem adott engedélyt. Szerintem is. Hallgatlak. Légzésfigyelést címén én szoktam olyat alkalmazni, hogy kilégzésekre mondom, hogy egy, egy, egy és hogy ez elvezet olyan fogalmakig, mint az együttérzés, az egység, meg, a... tehát, hogy ezek, ezek ilyen nagyon jó és magasztos fogalmakig vezetnek így érzésileg. És hogy helyes ezt alkalmazom, így légzésfigyelés címszóval, vagy van esetleg más? Lábakat festesz a kígyóra. Tehát a tudat már attól egy, hogy semmit nem gondolsz. Az az eredeti egység a fogalmak által ideiglenesen létrehozott egység, az egy egy, egy, aztán egy, kettő, egy, kettő. Tehát, ha elmegyünk az önszugesztő irányába, az nem zen. Tudd azt, hogy egyébként a meditációban te akármilyen technikát alkalmazol, az eredmény kijön a Kohan interjún is, és a mindennapi életben is. Amiért ezt tanítjuk, amit éppen tanítunk, az az, hogy mind az intuitív feladatoknak és mind a karmikus feladatoknak ezáltal jobban meg fogsz felelni. Ha a fogalmak által beállítod magadat egy pályára, akkor jobb, ha annak transzcendens tartalma van. Ezért mantrázunk. Ezért ismételjük a mantrát eredeti nyelven. Amikor beállítasz egy fogalmi koncentrációt, akkor a tudat addig egyben marad, amíg ezt a tudat tudattárgyat foghatja. De hogyha már másra kell gondolni, mint egy, mondjuk a kettőre vagy a háromra, akkor az egész eltűnik. Ugye, hogy van? Hát ez ne legyen ilyen fogalomfüggő, hanem eszköztelenül valósítsd meg. És akkor rendbe lesz. Hogy ezt az együttérzés mantrát, amit tegnap három órán keresztül daloltunk, hogy ezt otthon lehet el, mondjuk nem három órán keresztül, de hogy napi rendszerességgel mondani. Igen, venni? lehet. Nagyon is ajánlott. A mantráról még annyit, hogy Tegnap a surangama mantrát énekeltétek, illetve előtt a nagy együttérzés dáranit az ez ezer szem és kész útra alatt. Ez a két dárani olyan, hogy megvan mind a kettőnek az íze. Az együttérzés dárani kicsit lágyabb, a surangama vagy a pratyangiram dárani az gyakorlatilag minden égi és földi létezőt így egy pavilonban szépen fölsorol és megjelenít, és mi menedéket veszünk bennük. Mindegy, hogy milyen mantrát énekelsz mindaddig, amíg annak a tartalma helyes, amíg az csökkenti a belső zajt, és megfelelő irányba fordítja a tudatot. Megfelelő belső hierarchiát alakít ki. Ugye a kicsi butha van a piramis tetején. Ezért mantrázunk. Az elmúlt napokban néhány kérdés megtalált engem ismerősökön keresztül, és kíváncsi lennék, hogy mi a helyes válasz az ő kérdéseikre, hogy mi, mi, a, mi az, amit én most csinálok? Mi, mi ez a gondolkodás? Mi, mi ez? Ez az ismerőseidnek a kérdése? Mivel tudom én elmagyarázni számukra, anélkül, hogy ne rólam szóljon. Itasd velük meg egy csésze teát. Kérdezd meg tőlük, hogy most milyen színű az ég. Vagy most tudatában vannak-e a saját lélegzetüknek, és hogy most éppen mit gondolnak, és hogyha beszélnek hozzá folyamatosan, akkor megkérdezheted, hogy te most hallod azt, amit mondasz? Szoktam. Tehát egy kérdés, egy mozdulat, és kész, az en nem magyaráz. Ez, amit hallasz, ez pedagógia, nem zen. De erre szükség van, különben nem tudsz rendesen zen gyakorolni, mert túl tömör. Az intellektusnak szükség van arra, hogy néha fogalmakat kiterítsd, rendbe rakd, és utána megint visszatömöríted magadba. Kérdezz vissza helyesen. És akkor tanítottad őket, anélkül, hogy te bármit mondtál volna. Jó? Köszönöm. Szívesen. Mi a helyes megnyilatkozás? Tehát én úgy gondolom, hogy akkor érdemes megszólalni, hogyha azzal nem bántunk másokat, hogyha azzal támogatunk másokat, hogyha helyes élethelyzetet hozunk át a létre. De hogy mondjuk például egy gyereknevelésben nyilván egy gyereketnek határokat kell állítani, hogy normális élete legyen majd későbbiekben. Hogy hol a határ ennek, hogy mi az a mindig a, a cél, tehát hogy, hogy mi, mi a, mi a szándék, amit el akarok vele érni ezekkel a szavakkal, vagy, vagy hogy, 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 hogy tudom. Szépen megoldani. Amit mondtál a szavakról, az egy felnőtt definíciója volt a szóhasználatnak. Nem pedagógiai, nem gyermekneveléssel kapcsolatos. Ennek a felnőtt szóhasználatnak a csúcsa az, hogy megkérdezed magadat, hogy mi az értékesebb, amit éppen készülök kimondani, vagy ez a csend, amit megtörök. Gyermek esetében nem ez a kérdés. Nem. Néha úgy tűnik, hogy hát hiába beszélek én neked, és nyomod egész nap, és nem hallgatja meg. De egyszer visszajön. Lehet, hogy évek múlva, de vissza fog pattanni szépen valamelyik felületről az, amit úgy tűnik, hogy hiába tanítasz neki nyolc éven át, de egyszer csak mégis átment. Akkor ért át a falon. Tehát ha úgy érzed, hogy tényleg szükség van rá, mert tudatlan marad, hibát követel, helytelenül viszonyul, borzasztóan cselekszik, akkor Kétség nélkül. Kétség nélkül, még akkor is, hogyha századszor mondod el, meg kell csinálni. Azért egy pár pedagógus ül itt a sorok között. Onnantól kezdve, hogy szavakkal tudod, és nem pusztán cselekvéssel, vagy példamutatással, illetve nem tudsz egy buldózert elérakni, hogy ne csinálja, csinálni fogja, csak mondani kell közben, hogy ne. Aztán, amikor hibázik, és a tanításod, és a saját cselekedete összeér, akkor azért, tényleg igaza volt anyunak, a tanárnőnek, a, akárki mondta, ez tényleg igaza volt. Hogy mondani kell még akkor is, hogyha hiába való, de van egy határ, amikor befogja a fülét. És hogyha befogja a fülét, akkor nem mondod. Akkor már érdemtelen. Akkor már az lesz a furcsa, hogy hát eddig mondta, miért hagyta abba? Ja, befogtam a fülemet. Én egy mandrát ismertem először, meg hát inkább csak azt, ami, ami Ja, aminek éreztem a hatását, és az ómna sivája, és ez, ez hátráltató tényező, hogyha ezt még használom. Egyáltalán nem. Aztán egyszer csak megjelenik az Úr Siva a három szigonyával, és azt mondja, hogy mit szeretnél? Akkor válaszolja óvatosan. Tehát csak tedd. Semmi gond. Köszönöm. Szívesen. Én úgy tudom, hogy szól arról uh, tanítás, hogy uh, nem jó, vagy nem szabad másnak uh, a karmájába túlzottan, vagy egyáltalán beleavatkozni. És egy ilyen mellett um, hogyan szabad törekedni arra, hogy a maximális és legnagyobb uh, segítséget tudja nyújtani az ember egy olyan embernek, aki szenved a karmáját. Őt segítheted, de a karmáját nem veheted el tőle. Látod a gyűrű kurát? Nem-e? Ó, hát az házi feladat. Tehát a, a leggyönyörűbb, az egész az első kockától az utolsóig tényleg jó, és az első oldalt az utolsóig elképesztő nevelés, hogyha elolvasod a könyvet, és van a, a tetőpont előtt egy olyan mozdulat, ami egyszerűen leírhatatlan. Ott vannak a tűzhegy, a végzett hegyének az oldalán, és Frodo már alig bír járni, már önkívülti állapotban. minden, és Samu azt mondja, a barátja a segítője, hogy hát Frodo uram, azt nem vihetem helyetted, de téged igen. Egy másik ember karmájából mennyit vállalsz el? Semennyit. De abból az emberből te elvállalhatsz. Tehát például egy együttélés során legyen az párkapcsolat, család, más típusú együttélési csoportban. Nagyon sok mindent tudunk egymásról, és nagyon sok mindenben tudjuk segíteni egymást. De egymás karmáját nem vállaljuk át. Egymást viszont segíthetjük. Ez nagyon fontos, mert különben ö, például párkapcsolat esetén olyan elképesztő tévedések lesznek, hogy ki mit csinált, ki helyett. Elkezdenek egymásra mutogatni, hogy te voltál, nem, te voltál, nem, te voltál. Egymást tudjuk segíteni, egymás terhét nem tudjuk átvállalni. Úgy kezdtem el használni a mantrát, hogy ö, fogalmam sem volt, hogy akkor még mit jelent. Teljesen összezavart a mantra. Először az omnám mantrával dolgoztam, és utána megpróbáltam ezt. Tehát az elme működésedbe belebombáztad a mantrát, és egyszerre akartad a kettőt, az elme szokásos mozgását, és benne a mantrának a teljesen egyenletes periódusát. A kettő együtt nem megy. Ezért csináljuk. Vagy vagy. Tehát amikor mantrázol, csak mantráz. Amikor gondolkodol, csak gondolkodj, és ne keverd a kettőt. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ha jól tudom, van valamilyen nagy együttérzés megtestesülés vagy istenség. Tehát, hogy erről. Kuan van szó. Pontosan. Igen. Vagy a cserézi, kanzeon mm. boszatsu, kuan nyin Igen, hogy valójában mit valósítottak, vagy nem valósítottak meg, hanem milyen példát mutatnak, vagy hova vezetnek minket valójában ezzel. Tehát hol van mit az, az a legmagasabb szintje. Mit hallasz? Szenjük. A lovacska is meghallotta. <laughs> Tehát amikor meghallod a másik hangját, akár legyen az eső, akár egy másik ember, vagy a ló, akkor átvetted valakinek a rezdülését, ha volt benne jelentés, akkor azt is értetted, ha nem, akkor csak felfogtad. Tehát a másik rezdülésének a fölfogása, ez az együttérzés. Ez nem valami érzelmi pozitúra. Ezt mindig hangsúlyozom, hogy nem a szuper nagymamáknak a vérző szíve az, ami az együttérzés, és minden nagymamát csodálok és szeretek, csak nem egy puszta érzelmi pozitúra ez. Tehát fogd fel a másik rezdülését. Fogd fel a másik gondolatát, érzelmeit, beszédét, láss, hogy valójában mit csinál. Tehát a tiszta, egyé vált, tükörszerű tudat működése az az együttérzés, de a bölcsesség is. Tehát ha gondolkodsz, a te tudatod és az én tudatom szétválik. Ha nem gondolkodsz és visszatérsz ebbe a pontba, a te tudatod, az én tudatom, minden érző lény tudata egyé válik. Ez az egyé válás, az együttérzés forrása, nem más. Tehát ha a tudatod teljesen tiszta, énmentes, akkor tényleg, mint a tér, mint a tükör, pontosan úgy érzi, látja, tapasztalja a másikat, ahogy az valójában van. Honnan tudod, hogy a másikban ez tapasztalattá vált? Onnan, hogy megbízik benned. Tehát ennek a felfogásnak egy teljesen természetes, kivéthetetlen következménye a bizalom. Ha ez nincs, ha valaki nem bízik meg benned, akkor a tudatok nagyon külön vannak, és az akaratok nagyon más felé mutatnak. Tehát ahhoz, hogy bizalom alakuljon ki, az egymást nagyon jó föl kell tudni fogni. Szavak nélkül kell érteni. Rezdülés szintjén föl kell ismerni. És ez az az alapegyüttérzés, ami nélkül igazából semmilyen normális emberi kapcsolat nem lehetséges. Úgyhogy ezért gyakorlunk, hogy a saját rezgéseink azok ne keveredjenek másokéval, és ekkor tudunk nagyon világosan kapcsolódni a másikhoz. Teljességgel felfogom azt, ami belőle jön, és nem keverem a sajátomével. Látom azt, hogy bennem mi van, és nem keverem az övével. Nem várom el, hogy azonosuljon. De ha jól csináljuk, akkor látja, érzi, tapasztalja száz százalékig. És ez az együttérzés, ez cselekvésbe át tud menni. Ezért karuná, vagy maha karuná, nagy együttérzés. Ugyanaz a gyöke, a körgyök, mint a karmának, ami cselekvést és eredményét jelenti egyben. A bölcsesség és az együttérzés az valahol egy tőről fakad, nem? Tehát az egy tőről egy, fakad. Valahol egy forma ugyanazt jelenti. Nem ugyanazt jelenti, ezért vagyunk óvatosak. Egy tőről fakad, de eltérően manifestálódik, Tehát a bölcsesség az a nem fogalmi bölcsesség, a nem dualisztikus bölcsesség ugyanaz az egyé vált tudat az alapja, mint a cselekvő együttérzésnek. De a megnyilvánulásuk más? Nem cserélendő a Jó? Például azért sem, mert az együttérzés általában érzelmi szinten szokott jelentkezni, és megengedő. A bölcsesség nagyon sokszor értelmi szinten szokott jelentkezni, és általában korlátozó, vagy legalább kimutató. És hogyha a kettő együtt van, az együttérzés és a bölcsesség, akkor esélyes, hogy egyensúlyban marad a személy. Na azt szeretném kérdezni, hogy hogy működnek azok a kártyák ott az oltáron, vagy kinek a neve kerülhet fel rá. Ezt amiatt kérdezem, hogy Tatán beteg, és valahogyan szeretnék segíteni, nem tudunk találkozni, ugye, és nem tudom, hogy esetleg, hogyha pirosra írjuk azokat a neveket, akik betegek és a gyógyulásukat kívánjuk elősegíteni az énekléssel, fehérre írjuk azokat, akik már nincsenek testben eltávoztak, és az ő útjukat szeretnénk segíteni egy énekléssel szertartással. Ha ugye beteg szeméről van szó, akkor a kvanszeumból száll együttérzés mantra, ez a, ez a, legjobb. Van külön gyógyító mantra Koreában, ez a Yorebul, és nem nagyon használják. Nagyon speciális templom kell ahhoz, hogy ilyet haj. Általában a konszenvocát szokták énekelni. Miért? Általában a lelki eredetű betegségek mindig egy lezárt karmából, egy elszigetelt karmából következnek. És az együttérzés ezt fölnyitja. Tehát nyisd ki azt a könyvet, hogy lelki eredetű betegségek lexikona, és látod azt, hogy az ego formáció különböző szilárdsága, mint a vesekő vagy az epekő, az ott van benne, hogy elkezd ragaszkodni valamihez, azonosulni valamivel, és akkor onnantól kezdve az a betegség kiváltó oka lesz, mert a pszichéből leviszi a szómára a testre, és ezek a pszichoszomatikus betegségek. Az együttérzés ezt mind-mind feloldja. Az együttérzés hiánya pedig a keletkezés oka. Ellenállásban voltam, úgy, hogy eljöjjek-e, el, ne jöjjek el. Volt bennem negatív és pozitív érzés, is, és végül is eljöttem, de úgy jártam például tegnap este, hogy nem tudtam aludni. A gyakorlatnál az 50%-a az egész erőfeszítésnek az, hogy belépsz a darmaterembe. Hogy eljutsz idáig, meghajolsz, és a helyedre ülsz. A többi 50% az az után következik. Nem könnyű ide eljutni és hogyha megtetted, az nagyon jó. Külső és belső ellenállás egyaránt lehet. Kutya, macska, társ, szülő, tanítvány, barát, ellenség, és a többi mind-mind fognak azon a helyen, ahol te megszoktad, hogy vagy. Ez a kényelmi zónád. És amikor innen ki akarsz lépni, akkor elindul a sikoltozás, az üvöltözés, a kérincsélés, a különféle mentális műveletek, hogy te ugyanazt ne tedd meg amikor te látod azt, hogy végül is te mire törekszel, és megígéred mindenkinek, hogy te én visszajövök, nyugi, semmi gond, vagy magadnak megígéred, hogy megcsinálom és visszatérek, akkor ez az ellenállás egy időre alább hagy, mint amikor tényleg a hullámzott tenger egy pillanatra elcsit tudna, akkor kell menni. A következő pillanatban megint lesz. Tehát, ha nem győzöd le az akadályt, akkor a saját karmát kezd el uralkodni feletted, és nagyon sokáig nem lesz meg az az önbizalmad, ami ahhoz kell, hogy egy ilyen nagy elvonulásra elgyere. Kis elvonulás, kis akadály. Nagy elvonulás, nagy akadály. Ha nincs elvonulás, akkor nincs akadály, és ez a legnagyobb baj. Akkor látszólag minden rendben van, aztán egyszer csak az örkény egy percest olvasod egy reggel, jó napot, uram, jó napot! Hogy van? Kitűnően? Tényleg? Igen. És ezek? Ja, ezek a beleim. Mert így mennek ezek a hétköznapokám a boldogság teljes erőfeszítésével. Egyszer csak észreveszed. Ne legyen késő. Egyéb kérdés? Technikai jellegű kérdésem lenne, hogy nagyon szívesen jönnék hosszú elvonulásra a leghosszabbra is, viszont teljesen összeegyezhetetlennek érzem a család élettel. Tehát nekem három évestől 15 éves korig vannak gyerekeim, öt korosztályban, és nyilván nem tudom elszakadni el, el tőlük ilyen hosszú ne. időre. Tehát valahogy valami köztös megoldás van -e ebben a közös nevező a kettő között? van, és a három éves miatt azt mondom, hogy amíg ő nem lesz legalább hét éves, addig ezt nem. Tehát akkor karácsony kell, advent kell, anyuka eljön három hétre, de nem három hónapra. Három hétre ugye egyéb segítséggel, nagy család, ezt meg lehet oldani, három hónapra nem, mert a három évesnek olyan elhagyási tünetei lesznek, hogy össze-vissza fogja szomatizálni magát, az álmatlanságtól kezdve a hányásig, a különböző gyulladásos tünetekig, épp ott, ahol a leg sebezhetőbb szegényke, oda fog egy ütést mérni, hogy anyuka figyeljen rá. Nem. Elvállaltad. Most az elvonulás az, hogy a gyerekekkel. Hát, szülés volt azért nem egy. Az első száz nap az milyen volt? Hát az egy nagyon fegyelmezett és egy teljes szamádiban töltött dolog, mert nem tudod, hogy ébren vagy-e, vagy alszol. Csak annyit tudsz, hogy üvölt, és akkor szoptatni kell, vagy tisztába tenni, vagy altatni, és ezt a hármat sűrűn egymás után. Tehát ez egy elképesztő nagy tréning. És nagyon jó, hogy még ennyire tényleg jó és magas energiaszinten szeretnéd ezt az egészet csinálni. Ez a legszebb Hát igen, csak utána újra kell tölteni az akkumulátorokat, és talán ezért is szeretnél az elvonulásra jönni. Na most rövidebb szakaszokat. Tehát el tudsz jönni mondjuk egy hétre, és akkor a család megoldja, aztán két hét otthon, megint egy hét, megint két hét, és akkor is szépen elkezdenek hozzászokni, és nézd meg azt, hogy a családtagok milyen tűrő képességgel rendelkeznek, és mennyire tudnak erre az időre kicsit önmaguk felelőssévé lenni, és akkor működnek egy ideig nélküled is. És akkor ezt így szépen lehet lazítani. De nem egy olyan határon túl, hogy mire visszamész, totál káó mindenki, és akkor meg fel kell mosni a karmát a padlóra. Az nem jó. De gyönyörű a kérdés, és örülök, hogy három hónapra akarsz jönni, csak egy nagy drággal néha még egy nyerekbe se lehet ülni. Úgyhogy. Egyéb kérdés. Én azt érzem, hogy az az idő, amit most itt töltöttem, pedig csak egy nap volt, az engem letisztított, rendezett. Hogyha hazamegyek, akkor hogyan tudom elérni, hogyha megyek az utcán, bemegyek megyek a boltba, találkozom olyanokkal, akik, ugye, ingerültség, félelem, az az ott van körülöttem, vagy ott tud lenni, megint belekerülök egy olyan állapotba, hogy hogy ezt átveszem, tehát a stressz az megjelenik hogy ö, hogyan tudom otthon úgy rendezni magam, mint ahogy most érzem, hogy ez, hogy ez rendezett, letisztított. Úgy, hogy minden nap gyakorolsz legalább egy kicsit, és reggelente, hogy a darma legyen az első, és utána jön a karma. Onnan tudod, hogy újra kell tölteni az akkumulátorokat, hogy nem tudod a reakcióitól megtartóztatni magadat, és rárontasz mások haragjára, kapzsiságára, téves nézeteire, véleménynyilvánítására, onnan tudod, hogy már gyenge a tudat, mert nem tudod mozdulatlan maradni. És akkor el kell jönni megint, én csak javaslom, hogy előtte kell. Tehát, hogy mielőtt a pirosba belemegy a mutató, tankolunk. Nagyon fontos. És nagyon örülök, hogy ezt a letisztultság élményt egy nap alatt ebben a mértékben átélted. Én csak szeretném mondani, hogy van még tovább is. Tehát amikor nagyobb az elvonulás, a nagyobb az elvonuláson tett erőfeszítés is, akkor ez nem lesz ennyire egyértelmű élmény, mert több nap alatt nagyon sok hullámvölgy és hullámhegy lesz. De a vége mindig ez. Csak nem mindegy, hogy milyen mélyre tettem le a fúró fejet, mert pontosan olyan mérőjön a víz. Az erőfeszítést nem nélkülözhetjük. A mellékhatásai mindig ott vannak, és az eredmény tagadhatatlan. Ezért mondom mindenkinek, aki első áldozó zengyakorlóként ide jön, és azt mondja, hogy Szunyi, nagyon szépen köszönöm a videókat. Mondom, szívesen, de most egyet tudjál meg, hogy a csoki gyár nem édes. Ha tetszett a tanítás, lehet, hogy a gyakorlatban tapasztalsz olyat, amit egyáltalán nem vársz, mert felnyílik valami, és akkor az ott ömlik. És ez a felnőtt gyakorlat. A YouTube, az egész csatorna, az egész zen tanítás, amit vágott formájában ott látsz, az pedagógia, az rávezetés, az a tapasztalat széléig való elvezetés. És amikor bejössz ide, akkor rájössz, hogy a csoki gyár nem édes, és nem is szabad, hogy édes legyen. Mert akkor a gyárat fogyasztanánk el a termék helyett. És az nem jó. Úgyhogy amikor csak teheted, tehetitek, gyertek, és gyakoroljunk együtt, és ez a közös gyakorlás jóval több, mint egy meg egy az kettő, vagy négy meg négy az nyolc. Itt ez exponenciálisan emeli ennek a hatékonyságát, és nagyon-nagyon jó tér és jelenlét tud kialakulni több napos elvonulás esetén, még akár egy naposban is. Az egy napostól ne várjál csodát. Nagyon jó dolgok tudnak kikerekedni belőle, ezért mindenkinek köszönöm, hogy eljöttetek. Bajáról, Pestről, Balatongyörökről, Balaton Edericsről, Békés Csabáról, Szegedről, Székesfehérvárról, és a világ más tájairól, mert még vagytok legalább huszan, akikről nem beszéltünk. Szeretném, hogyha folytatnánk ezt a gyakorlatot, megköszönöm mindenkinek az erőfeszítést, érjünk el egy sokkal tisztább és erősebb tudatállapotot ezekben a kaotikus időkben, mint a környezetünk, ezzel a tisztánlátással Együttérzéssel segítsünk minden lényt. Köszönöm szépen!